Jó estét kívánok! Kiünnepeltük a kosárlabda csapat bajnoki címét, a főhősök szétszélettek a világ minden tájára, hogy lehet így mondani, hiszen a légiósok ugye távoztak Fehérvárról, a szurkolók és a játékosok is megérdemelt pihenőre vonultak, volt akinek nagyon fontos dolgok történtek azért nyáron is az életében, de most már újra együtt a csapat, új játékosokkal, új reményekkel és óriási feladatokkal, amelyek várnak az Alba Fehérvárra, a magyar bajnok és kupagyőztes kosárlabda csapatra, hiszen vasárnap már megkezdődik a Bajnokok Ligája selejtező sorozat. Európa egyik legjobb klub kupájába próbál bekerülni a Fehérvár. Ha oda nem sikerül, akkor még mindig játszik majd abban az Európa kupában, amelyben tavaly is. Szóval óriási feladatok várnak a fiúkra, és itt van velünk a stúdióban a csapatkapitány Lóránt Péter, akit sok szeretettel köszöntök. Tehát te azok közé tartozol, akiknek nem telt azért a nyár sem eseménytelenül az életében, akár szakmai, akár magánéleti téren nézzük, hiszen gyakorlatilag egy új ember áll előttem, hogyha azt nézzük, hogy megnősültél például, és gondolom, hogy emlékezetes bajnoki utószezon volt ez. Igen, csodálatos nyár volt. Augusztus 5-én volt Balatonon az esküvőnk, és tényleg az egészet mi ketten szerveztük meg a Dalmival, ugye most már feleségemmel. Szerencsére egy nagyon jó kis népes társaság jött össze, majdnem mindenki el tudott jönni, felejthetetlen hétvége volt. Gondolom, akkor a kosártársadalom is képviseltette magát szép számmal. Igen, voltak ugye, voltak páran, nem sokan, de azért régi csapattársak el tudtak jönni, régi edzők, barátok, és az volt a jó, hogy péntektől hétfőig ott voltunk Balatonon, és tényleg egy ilyen teljes hétvégét tudtunk együtt tölteni. Mennyire volt nehéz egyrészt visszacsöppeni, másrészt pedig kiszakadni a kosárlabdába, hiszen te a bajnoki cím után néhány nappal már nem voltál a teremben és edzettél, de hát mégiscsak egy ilyen óriási esemény, azt gondolná az ember, hogy nem bántod, ha kicsit kiszakadsz, viszont ezek szerint utána meg már gyakorlatilag kezdődött a felkészülés. Igen, hát adtam magamnak pár napot, és a Balázsra kezdtünk el már hiszem 4 nappal a bajnoki döntő után edzeni, ez ugye inkább erőlét és fizikális volt. Szerencsére a Balázs már a csapat mellett dolgozik, és óriási segítség nekünk, meg így hát igazából nekem is. Nem is akartam egész nyáron leállni, tehát adtam magamnak meg mondjuk 2-4 napot, amikor mondjuk pont volt az esküvő, vagy elutaztunk valahova, de az volt a cél, hogy megtartsam azt a jó formámat, sőt, hogyha lehet, akkor a szezont jobb formába kezdjem, mint ahogy az előző szezont abba hagytam, mert ugye hát a végére azért elég sok mérkőzést játszottunk, az ember azért elfárad, és ezért is egy pár hétig például a labdát nem is fogtam, hanem inkább csak tényleg a fizikális kondicionális edzéseken volt a hangsúly. Mennyire jellemző ez egyébként rád? Azért most már nagyon-nagyon sok profi év van a hátad mögött itthon külföldön. Gyakorlatilag amíg az ember kosárlabdázik, vagy legalábbis amíg te kosárlabdázol, addig úgy vagy vele, hogy mindig fogsz edzeni? Tehát ezeket a minimális pihenőket engedsz csak magadnak? Igen, bár mondjuk azt nem úgy kell elképzelni mondjuk szezon közben, amikor az embernek a napjai meg a hete úgy vannak betáblázva. Én már ez egy kialakult rendszer, évről évre próbálom azért tökéletesíteni. Én minden nyáron csak minimális szabadnapot adok magamnak, és sokkal jobb úgy, mert így igazából sokkal könnyebb elkezdeni az edzést. Tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk, hogy ilyen 80-90%-os állapotban kezdtem a felkészülést, és sokkal jobban reagált a szervezetem is a Bálinak a finomabb edzéseire, nem kritika volt. Ugyanakkor ugye az ember idősödik, tehát most már idén leszek 32 éves, nem azt mondom, hogy öreg vagyok, meg nem is érzem magam annak, viszont muszáj karban tartani az izomzataimat, a testemet. De nyilván ez valahol egy döntés, amit valamikor még fiatal korodban hoztál meg, hogy már pedig amíg te kosárlabdázol, addig ezt mindig így fogod csinálni. És hát azért nem jellemző feltétlenül mindenkire, nyilván tudnánk sok példát mondani, máshogy töltik a nyári szünetet mondjuk. Mennyire érezted úgy valaha is, hogy esetleg a kiégés veszélye nincs ebben benne? Mert gyakorlatilag van 20 év az életedből, amikor te tényleg semmi mással nem foglalkozol. Igen, de én ezt nem így fogom föl, tehát szerintem ez egy csodálatos, ha lehet így mondani, munka. Vagyok olyan szerencsés, hogy a hobbimból élek, tehát lényegében a nyáron is ugye a hobbimat tudom csinálni, tehát lényegében edzésekkel járnom, amit imádok, élvezek, tehát a mai napig borzasztóan motivált vagyok, szerencsére mindig van plusz dolog, ami ad motivációt, és nyáron se tartottam ezt olyan dolognak, hogy muszáj volt menni, kötelező volt menni. Természetesen meg kell találni, minden ember különböző, meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy az ember jól is érezze magát, legyen idő mindenre, meg közben dolgozzon is.
Nyilván a szerencsén kívül azért ennek is van szerepe abban, hogy mondjuk te a súlyos sérüléseket eddig ugye elkerülted, vagy téged elkerültek egészen pontosan, hiszen nem mindegy, hogy milyen karban van az ember akkor, amikor jön az extra terhelés. Igen, ez egy sportoló kedvenc témája, tehát most erre nem is tudok mit mondani, mert nehogy majd valamikor most legyen. Eddig szerencsés voltam, le is kopogom, bízom benne, hogy ez így is marad. Na és mennyire volt nehéz elengedni vagy lezárni ezt a szezont? Biztos ez a legtökéletesebb lezárás, hiszen tényleg az Alba nem csak, hogy bajnok lett, de mindent megnyert, amit itthon lehet, és azért egy sportoló pályafutásában ritkán adatik meg, ha nem olyan nagy klubban játszik, vagy a világviszonylatban is, hogy azt mondja, hogy biztos lehetek benne, hogy nyerni fogok valamit. Igen, hát én ugye amikor Fehérvárra szerződtem 2 éve, akkor mindenképpen nyerni akartam valamit, erről ugye többször beszélgettünk akár egy kávézás során is, vagy egy interjúban. És az első évben közel kerültünk hozzá, de akkor ugye be kell vallani, hogy akkor a Szolnok jobb volt, jobb játékos állománnyal rendelkezett. És ugye a második évben már ugye erősödtünk a légiósokon kívül egy Kellerákival is, aki egy borzasztó fontos láncszem a csapatunknak, és akkor már lehetett érezni évelején is, hogy itt valami különlegeset tudunk véghez vinni. És örülök neki, hogy csapatkapitányként sikerült mind kupát, mind bajnoki címet nyerni. Az egész éves teljesítmény nézve én szerintem mindenfajta átszerenység nélkül mondhatom, hogy megérdemelten nyertünk meg mindent. Pont az év utolsó részében játszottunk magunkhoz képest a legrosszabbul, de még így is sikerült bajnoki címet nyernünk. Ugye nyilván ti teljesen máshogy nézitek, mint a szurkolók, akiknek ez óriási érzelmi kérdés is, hogy megszeretnek egy csapatot, a benne lévő játékosokat, és hát azzal foglalkoznak, hogy miért erre megy az, miért nem marad itt, ki merre, hogy alakul át a csapat. Te mennyire érezted törvényszerűnek, hogy ennek a légiós kontingensnek így szét kell mennie, és nem volt-e benned az, hogy azért jó lenne még együtt játszani esetleg ezekkel a srácokkal? Nagyon jó lett volna együtt játszani, de ugye mivel a Báne nagyon szereti a fiatal amerikaiakat, és nagyon jó szeme van hozzá kiválasztani őket, ez látszott ugye a tavalyi idényben is, ezért ők valamilyen szinten ugródeszkának tekintették ezt a csapatot. Ők maximálisan mindent megtettek, hogy sikeresek legyünk, és sikeresek is lettünk. Elég csak annyit mondani, hogy a James Farr, aki nem a legjobb mutatókkal rendelkezett a mi csapatunkba, ő már júniusban aláírt a francia bajnokhoz, a Justin Edwards, egy olasz FIBA kupás, azt hiszem olasz 6. kapu Orlandóhoz írt alá. Akit meg lehetett volna tartani, talán a Mo, ugye a Mohamed. Talán ő maradt volna is, hogy nem az ugye ez nem az én döntésem, nem a mi döntésem, nem tudom, hogy mennyire köszön. Irányultott valami tárgyalás. Én ők hármójukat marasztaltam volna egyébként. A többiek is egy nagyon jó munkát végeztek volna, de az ő helyük, őket könnyebb lett volna pótolni, mint mondjuk ezt a hármat. Ugye a szezon közben jelentették be, még mielőtt tényleg a címeket megnyertük volna, hogy meghosszabbítottad a szerződésedet Fehérváron. Gondolom ez azt mutatja, hogy amúgy elégedett voltál, vagy azzal, amit zajlik a klubnál, a körülményekkel, a lehetőségekkel. Nem is lett okod megbánni, hiszen tényleg, illetve hát, ha úgy tetszik, akkor ellentételezted is ezt azzal, hogy bajnoki címhez segítetted a csapatot. Most hogy érzed, hogy mennyire vagy a helyeden, nem csak a címet, meg az elért eredményeket, hanem akár az elismertséget, a szurkolók szeretettét a városban betöltött helyedet tekintve? Én érzem a szurkolók és a város szeretetét. Szerencsére ezzel a korábbi állomás helyemén sem volt gond, mindenhol nagyon jó kapcsolatot ápoltam a szurkolókkal. Nagyon fontos része ugye a szurkolók a csapatnak. Igazából ők, hogy hétről hétről kijönnek, ugye nekik játszunk valamilyen szinten, ugye ők adják meg nekünk azt a pluszt, amit esetleg egy X-meccs, egy egál meccsen az utolsó pár percben az energia, amit számunkra adnak. Borzasztó jól esik tényleg az a szeretet, ami árad felénk, felém esetükben, és én nagyon otthon érzem magam, szeretek itt játszani. 2 évre írtam alá, aztán meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő akkor. Hát még nagyon nem vagy a pályafutásod vége, hiszen mondtad, hogy kiváló állapotban és jó erőben vagy, és még csak 32 éves, úgyhogy hosszabb távra is tervezhetsz. Nézzük most akkor ezt a következő szezont. Nyilván most még rettentő korán van bármit mondani a csapat erejéről, képességeiről, de valami megjegyzés ilyenkor mindig van, hiszen tavaly is sokat beszéltünk róla, hogy elsőre érződött, hogy jó a hangulat az öltözőben, hogy intelligens játékosok érkeztek. Lehet-e azt mondani, hogy most is valami hasonló alakul, vagy mik a megérzéseid?
Igen, tavaly azért érződött, hogy nagyon jó kis csapat jött össze, ugyanakkor ilyenkor a teljes képet kell megnézni, nem csak magunkat. Ugye tavaly például a legnagyobb magyar klub, a Szolnok nem igazolt túl jól. Idén mondjuk ezt a szívességet nem tették meg a többi csapatnak, így például nekünk se. Tehát ők idén például kimagaslóan jó, tehát ők kész játékosokat vettek, tudják, nagyon jó edzőjük van, visszatért Báder Marci, ezáltal a jó hangulat is visszatért, és nagyon jó kis csapatot hoztak össze. Ott van még a Falkó is, aki tavalyhoz képest nem a gyengült, még egy Norflittal és egy Perzolival erősödött is, és ott van a Körmend, aki ugye mindig jó. Mondhatnék még többi csapatot is, ugye, akik vannak, például a Zete, a Paks, akik erősödni fognak, de például a végelszámolásnál valószínűleg így négyen leszünk. Mi egyelőre, én tavaly is mondtam az elejétől, amikor úgy éreztem, hogy bajnoki címet várok a csapattól, hogyha minden rendben van. Én tavaly is az volt, aki kijelentettem. Én jelen pillanatban hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy elvárás ugyanúgy a kupagyőzelem és a bajnoki cím. Én szerintem az a jó, hogyha reálisan látjuk egyelőre a csapatunkat, főleg a szurkolók felé, hogy a kommunikáció nagyon fontos jelen pillanatban, nagyon, nagyon friss még a csapatunk, nem lehet ilyet elvárni a többi csapat erőssége miatt, és erre a kérdésre mi majd december-januárban tudunk visszatérni. Meglátjuk, hogy tudnak beilleszkedni azok az amerikai légiósaink, akik frissen érkeztek. Hát bízunk benne, hogy hasonló jók lesznek, mint az előzőek, hiszen ugye, ahogy említetted is, Bánének azért van szeme általában ehhez. Ugyanakkor az látszott is itt a héten már ugye a Kecskemét elleni edzőmeccsen is, hogy azért nagyon erős, komoly, mennyiségileg mindenképpen komoly rotációja van a csapatnak, hiszen 10 játékos, és akkor ebben most még a Tóth Peti, aki visszatérőben van, vagy az 5. légiós nem is volt benne, de már most 10 játékos rotálható. Ez igazából jó, mert azt mondjuk, hogy tényleg nagyon sok mérkőzés vár a csapatra, vagy ezt is tudni kell kezelni, hiszen itt azért kellő egóval, önbizalommal rendelkező játékosok vannak, akik közül nyilván mindenki a pályán akar lenni minél többet. Hát igen, ugye itt majdnem, hogy kész játékosok vannak, mindenki szeretne játszani, mindenki azért dolgozik és játsz, hogy játszon. Ugyanakkor mindenkinek el kell fogadnia a helyzetét, ahogy te is mondtad, nagyon sok mérkőzés van, kellenek a játékosok, mert azt a munkát is el kell végezni a két meccs között, amivel ugye felkészülünk. Ebben például augusztusban a fiatalok nagyon nagy segítségünkre voltak, amikor több sérülés volt, vagy esetleg még ugye az Áki nem volt itt. Lényegében a Kecskemét ellen volt az első olyan meccs, amikor mindenki a saját posztján szerepelt. A Travis is majd, ugye a Simpson is majd lassan visszatér, van egy kisebb húzódása, de én úgy gondolom, hogy ő is egy nagyon nagy erősítés, nagyon érti a kosárlabdát, jó keze van, és ami ennél is ugye fontosabb, hogy egy nagyon jó emberről beszélünk. És hát itt vannak ezek a bizonyos feladatok, gyakorlatilag előbb játszunk nemzetközi meccset, mint hazai bajnokit, ugye a bajnokok selejtezőt. Tavaly már megtapasztaltuk, hogy ez mit jelent, hogy mit hozhat pozitívat is, hiszen az ott szerzett élményeknek azért nagy szerepük volt a csapat jó, későbbi jó eredményeiben. Milyen várakozásokkal tekintesz a bajnokok ligája elé, ami azért sokkal rangosabbnak tűnik a résztvevő csapatok alapján? Igen, már ugye, hát ugye tudjuk, hogy a valószínűleg egy ész csapat ellen játszunk majd vasárnap. Egyelőre őket még nem videóztuk le, valószínűleg erre nem sokára sor kerül, lehet, hogy már ma, még nem tudjuk a mai, lehet, hogy meglepnek minket az edzők, de egy jó kis csapatról van szó, és hogyha véletlenül vagy netelentán rajtuk túlmegyünk, akkor egy török csapat jönne, amit ugye nem kell bemutatni, mert a törökök milyen anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, és milyen típusú játékosokat tudnak ezáltal szerződtetni. Én úgy gondolom, hogy számunkra meg kell próbálni bejutni ebbe a bajnokok ligájába, mert ez egy óriás elismerés lenne, ugye, hogy egy magyar bajnok odáig eljut. Ha véletlenül ez nem jön össze, akkor ugyanúgy abban a tavalyi Európa kupába folytatjuk. Mindenképpen jó, hogy lesznek hétközi meccseink, mivel ugye sok az új játékosunk, 5, tehát jobban össze tudunk szokni, és ezt például kamatoztatni tudjuk majd az év második felébe. Ez a rengeteg mérkőzés neked nem újdonság, te azért ugye pályafutásod során tényleg olyan bajnokságokban szerepeltél, ahol eleve nagyon komoly ellenfelek ellen sok meccset kell játszani. Most
ez itt a reklámhelye, készül egy könyv a bajnoki címről, ahogy minden bajnoki címről egyébként, és amikor ennek a vonatkozó fejezetét írtam, valamelyik fiatal játékosnál néztem, hogy az előző szezonban több mérkőzést játszott, mint előtte egész pályafutása során összesen lehetőséget kapott, nem tudom, ifiként vagy fiatalként. Tehát mondjuk egy Keller Iván, egy Filipovics Márko nyilván soha nem játszott annyi mérkőzést, mint tavaly. Mi a jelentőség ennek valójában? Mert azért azt látjuk, hogy nyilván fárasztó is, de ennek, ha nem is csak egy szezon, hanem egy hosszabb pályafutást nézzük, azért gondolom rengeteg haszna van. Nagyon, de hát ugye ezt ugye szezonokra lehet lebontani. Nekünk ugye csak haszna volt a tavalyi szezont nézve, mert hamarabb össze tudtunk szokni. Egy fiatal játékosnak is jobb, mert azáltal, hogy több mérkőzés van, nekik is több szerep jut. Véletlenül mondjuk valamelyik játékosnak ki kell hagyni egy meccset, mert ugye három naponta meccsek vannak, van egy olyan húzódás, ami hogyha ott játszik, akkor kockáztat, és akkor még többet kéne kihagynia, ilyenkor tudnak azok a játékosok előrelépni, mint például a Márko vagy az Iván. Bár meg kell jegyeznem, hogy a Márko az tavalyhoz képest rengeteget fejlődött, látszik, hogy egész nyáron nagyon lelkiismeresen dolgozott, és ebben a felkészülési időszakban is az egyik legjobb emberünk volt. Látszik még rajta egy-két ilyen fiatalsági szeleburdiság, de hát ugye ez az emberben benne van, tehát mindannyian ugyanilyenek voltunk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a mentalitás az nagyon, nagyon jó úton van. Most hogy érzed, hogy neked, mint kapitánynak mennyi dolgod lesz? Megint csak arra tudok gondolni, hogy nyilván ez valahol öltözői belügy is, hogy mennyit kell odahatni, mennyi konfrontációt kell fölvállalni, akár fiatalokkal, akár légiósokkal. Tavaly azért nagyon jó kézben tudtad tartani a társaságot. Nem mondhatni, hogy ez egyedül azért a Kellerák is már, igaz, hogy ő azt hiszem a második legidősebb, vagy nem is tudom, hogy a Peti idősebb, de ők azért még 30 alatt vannak. De persze, hogyha úgy van, akkor meg kell beszélni azokat a hibákat, amik például tavaly egyszer-kétszer előfordultak, hogy plusz 3-nál például az utolsó támadásnál hagytuk őket üres triplát dobni, tehát akkor ott mondjuk használni kell ezeket a taktikai faltokat. Bár mondjuk a mostani edzőmeccsből kiindulva, hogy annyit változott a szabály, hogy lehet, hogy már nekünk ez mondjuk kedvezni fog, mert mi nem voltunk azon, hogy taktikai faltbeütősek, viszont most már, ha beüti az ember, az rögtön sportszerűtlen, szóval nem is baj, hogy ez például egy olyan csapatnak, mint nekünk, akik ilyen rendkívül gyors kosárlabdát játszanak, ez még az előnyünkre válhat, mert nem tudják tördeni a játékunkat. De kérdésedre visszatérve, ha úgy van, akkor mindenképpen kell beszélni a légiósokkal, és igazából elmagyarázni nekik, hogy miben más az itteni kosárlabda, mint mondjuk az egyetemi, vagy pedig éppen ahol játszottak Európán kívül. Hát ha már mondtad az új szabályokat, nyilván erre nem akartam nagyon kitérni, mert végül is ez nem a mi kompetenciánk, de azért az edzőmérkőzésen is látszott, hogy a játékvezetőknek is alaposan föl kell kötniük, mert nyilván bennük is azért régi beidegződések dolgoznak. Egy kicsit, mintha ezzel most tényleg minden nagyon le akarok fújni, az elment volna abba az irányba, hogy azt nem fújták le, ami meg eddig szabálytalannak számított. Tehát azért lesznek itt parázsi jelenetek, mert hát a közönség még nyilván majd arra fog reagálni, amit a játékvezető ítél. Igen, ezt pont beszéltük a meccs után, és a három játékvezető odahívta a két csapatkapitányt, és ott beszéltük is, hogy ez egy elég szubjektív kérdés lesz, vagyis inkább a megítélésem, mert ugye ennyi erővel be lehetne fújni nagyon sok szándékos faltot, és hogy melyik lesz az, melyik nem lesz az, esetleg lehet, hogy neked már volt egy szándékos faltod, és akkor már nem merik azt úgy befújni. Én csak sok sikert kívántam nekik, hogy egyik évük se olyan túl könnyű, ugye itthon, de ez valószínűleg nekik lesz a legnehezebb. Ugyanakkor még van még egy szabálymódosítás, hogy egy szándékos falttal és egy technikaival ki lehet, tehát kiállítanak. Tegyük azt mondjuk, hogy van egy szándékos faltod, utána megpróbálsz eljátszani egy támadó faltot, és ott megint úgy van, hogyha már volt egy szándékos faltod, és mondjuk nagyon földobod magad, ott kérdés az, hogy mit ítélnek. Tehát az, szerintem ez nem egy jó szabálymódosítás, ez a egy technikai, egy szándékos, de nálunk lehet, hogy valamivel okosabb emberek hozták meg a szabályt, vagyis papíron, aztán meglátjuk, hogy ez hát, idén, igen, hogy fog működni. A puding próbálja az evés, azt szokták mondani, és én is abban bizony, hogy jellően bölcsek és belátók lesznek a játékvezetők, hogy azért az sem megy, hogy minden mérkőzés három kiállítással érjen véget, ami egyébként nem sportszerűtlen, mert azért volt már erre példa. Lóri, beszélgetünk itt egy kicsit adás előtt, de egy témát nem említettük, és nem azért akartam szóba hozni feltétlenül, hogy hátba támadva érezd magad, de szerintem sokan várják, hogy egy kérdést föltegyek, hogy a válogatottad milyen érzésekkel nézted ezen a sokak számára nagyon szép
meglepetést hozó Európa-bajnokságon? Nagyon-nagyon örültem, hiszen szerintem egy nagy siker volt, a fiúk nagyon jól dolgoztak. Én ugyanakkor személy szerint nem tartottam olyan nagy meglepetésnek, látva ugye a románok és a csehek keretét, ugye volt két Európa klasszisunk van, az Ádi meg a Boya, melléjük még fölnőtt ugye a Perzoli, a Horvátáki, meg a kiegészítő emberek is nagyon jól dolgoztak, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy valamilyen szinten ez egy elvárható eredmény született, ugyanakkor ezeket a meccseket meg kellett nyerni, és le a kalappal a fiúk előtt, mert kioszták magukból úgymond, amit kellett. De azért biztos hozzád is eljutott, hogy sokan mondták, hogy ha még egy Laurent Petink is lett volna, akkor esetleg még szebb és jobb is lehetett volna ez az eredmény, nem biztos persze, ezt sose fogjuk megtudni, de hát azért sok szurkoló szemében te válogatott játékos vagy. Hát ez a ha, meg talán, meg mégse, ezek ugye ezek családtagok, ezek a szavak. Nagyon jól esik ugye a szurkolóknak a szeretete, ugyanakkor ez most a fiúkról szólt, akik ők elérték közösen ezt a sikert. Úgy gondolom, hogy gratulálni kell nekik, és tényleg egy szép nyarat csináltak. Jó, hát bízunk benne, hogy az Albának is és a fehérvári szurkolóknak is hasonló szép nyaruk lesz majd jövőre. Említetted, hogy nyilván lehetetlen még jósolni, nagyon erős riválisaink lesznek, de hát mint profi, mint győzni akaró játékos, gondolom azért azzal lennél elégedett, hogyha valami kupát megint magasba lehetne emelni. Természetesen hát nem úgy fogunk neki futni a szezonnak, hogy nem akarunk semmit nyerni, ezért dolgozunk, ezért vagyunk itt, viszont reálisan kell látni önmagunkat is. Jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy itt tartunk, ugye ez egy csapatépítés, ugye nálunk többnyire fiatal játékosok vannak, nagyon kevés a kész játékos, főleg a külföldiek közül, akik ugye a csapatnak a meghatározó, tehát a gerincét adják. Bízom benne, hogy valamit sikerül majd elérnünk, de egyelőre nem, én úgy gondolom, hogy nem lehetnek azok a célkitűzéseink, amik tavaly voltak a szezon ebben a részében, mert tavaly már ilyenkor az érződik a felkészülési időszakban, hogy nagyon jók leszünk, de azért fogunk dolgozni, hogy csapat szinten fel tudjuk venni mindenkivel a versenyt. Köszönöm szépen, és legyen így, sok sikert hozzá. Köszönöm szépen. A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, ne feledjék, kezdődik tehát a kosárlabda szezon. Hazai tétmérkőzésen először jövő kedden láthatjuk az Albát, amikor majd a Bajnokok Ligája selejtezőjének visszavágóját vívja, hát vagy a Tallinnal, vagy a Skopjével, ez a napokban kiderül. Viszontlátásra!